változáson ment át ez az egész ötlet. Ugye onnan indult a dolog, hogy egy magyar-orosz miniszterelnök, illetve orosz részről miniszterelnök helyettesi találkozón fölvillant annak az esélye, hogy az oroszok által a MOL-ban birtokolt 21%-os részvénypakettet a magyar állam megvegye. Hurrá! A lelkes magyar miniszterelnök pedig kiadta az ukázt, hogy azonnal bárhonnan kerítsetek 3-400 milliárd forintot. Önök persze elkezdtek keresni, kutatni, hát minthogy normál menetben nincs, tehát lopunk. Na most innentől kezdve először önök felvetettek egy ilyen békekölcsön formációt, hogy ez valami békekölcsön lesz, majd egyszer valahogy visszafizetjük. Másnap azt mondták, hogy tulajdonképpen, hát most azért nem is biztos, hogy ezt teljesen visszafizetjük, de valahogy majd kompenzáljuk. Most pedig már ott tart a dolog, hogy nem, ezt a 14 hónapot egészen biztosan elbukjuk, vagy már mi a munkavállalói oldalon, és önök pedig egyébként hagyják egy nagyon komoly jogbizonytalanságba torkolani ezt az egész folyamatot. Jelzem nagy tisztelettel, hogy egyébként ebből az emberek le fogják ám azt is venni, hogy tulajdonképpen amikor ő a munkavállaló, amikor diszpozíciót ad a munkáltatójának, hogy hova utalja a fizetését. Ugye egyik részét a bankszámlájára, a másik részét eddig a magánbiztosítóhoz. Most leegyszerűsítettem a dolgot. Hogyha most az államot beáll, és azt mondja, hogy ha, én aztán nem engedem neked a magánbiztosítóhoz ereszteni a pénzedet, akkor ugyanezt meg fogja tenni a bankszámlánál is, hogy amikor be akarok fizetni a saját számlámra, odáll az állam, és azt mondja, hogy hoppá, nekem most kell erre vagy arra a pénz, és elveszem tőled. Ez egyébként vissza fogja vetni még azt a nagyon-nagyon kevés, hogy mondjam, átlátható banki átutalási szisztémát is, mint ami eddig volt, és mindenki megpróbál ügyeskedni úgy, ahogy tud menekíteni az állam spektruma elől, minden fillérjét, minden utolsó fillérjét, és most indul el annak, az az időszak, amikor az emberek már nem számlára, hanem készpénzbe fogják kérni a fizetésüket, egyszerűen azért, mert elveszítették a bizalmukat mindabban, amit úgy hívnak, hogy magyar állam, hát aztán a Fideszről nem is beszélve. Köszönöm szépen! Ügyrendben jelentkezett Hegedűs Tamás, a Jobbik képviselője. Képviselő úr, arra kérem, egy percben fogalmazza meg ügyrendi javaslatát, amelyről szavazni kell majd, és két percben indokolhatja. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ügyrendi javaslatom az, hogy részletes vita lévén maradjunk a részletes vita műfaji szabályainál, és arra kérem elnök urat, hogy a Szanyi kapitányt, aki elszabadult hajóágyuként lövöldözik most minden esetre, próbálja meg emlékeztetni a házszabály rendelkezésére. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, az ajánlás nálam van, és úgy ítéltem meg, hogy Szanyi képviselő úr felszólalása összefüggésben állt azzal a javaslattal, amelyet benyújtottak. Két perces felszólalásra megadom a lehetőséget Vágó Gábornak, az LMP képviselőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, én is a 2-es, 3-as és 4-es ajánlási pontokhoz szeretnék felszólalni. A nyugdíjrendszer reformjáról most nem szeretnék beszélni, habár egész nap erről beszélt a tisztelt ház. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy mi lesz azzal a 14 hónapi befizetéssel, ami most van. Arról sem szeretnék beszélni, hogy milyen rossz gyakorlat is az, hogyha módosítgatjuk egy olyan hosszú távú rendszernek a hosszú távú rendszert, mint a nyugdíjrendszer, és arról sem szeretnék beszélni, hogy az orosz, illetve a brüsszeli kapcsolatok miatt kell ezt a, hát, hogy is, Einstandot maradjunk ennél a szónál, vannak keményebb szavak is rá, bevezetni. Inkább arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy alkotmányossági probléma van, amit kezelni kell, és nagyon reméljük a kormánytöbbség bölcsességét, hogy azt a módosító javaslatot, amit mi benyújtottunk, vagy azt a módosító javaslatot, amit itt az MSZP benyújtott, valamilyen módon beleépíti majd mondjuk a gazdasági bizottságnak a javaslatába. Viszont fölhívnám egy figyelmet egy nagyon érdekes összefüggésre, amit a kapitány úr elmondott az előbbiekben, hogy a TB befizetések csökkenése a társasági adó alacsony kulcsa miatt valóban a fekete gazdaságot fogják erősíteni. Tehát itt arról volna szó, hogy ha egy
egy épp kézláb nyugdíjrendszert akarunk kialakítani, ahol nem ketyeg a demográfiai válság miatt a nyugdíjbomba, akkor azt most meg kell csinálni. Azt nem lehet toldozgatásokkal, ahhoz egy össztársadalmi, teljes négypárti, teljes parlamenti konszenzus kell, amit szeretném fölhívni a figyelmet, a fideszes képviselőknek a figyelmet arra, hogy a Fidesz annó megszavazta a jelenlegi rendszert a 90-es években. Úgy, hogy tisztességgel működjék, arról én nem tehetek, hogy az MSZP mit tett. Kérem, támogassák. Köszönöm a módosítónkat. Tisztelt képviselőtársak, nem tudom, hogy ki kivel milyen személyes viszonyban van, és hogyan szólítják egymást a folyosón, de mi a másodszor fordult elő, arra kérem önöket, hogy itt az ülésteremben képviselő úrnak szólítsák egymást, ha erre van lehetőség. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, két perces hozzászólásra megadom a lehetőséget Herman István Ervinnek, a Fidesz képviselőjének. Elnök úr, tisztelt ház, Szanyi képviselő úr figyelmébe szeretném ajánlani Koméniuszt, aki a következőképpen fogalmazott, hogy az emberi elme olyan, mint a gyalulatlan deszka. Minél többet gyaluljuk, annál fényesebb lesz. Hát kezesen fényezzük egy kicsikét az elménket és pallérozzuk, mert ugyanis Szanyi úr, képviselő úr a következőt mondta, hogy 2008-ban már a Fidesz kormány volt, akkor, amikor kérem szépen, szeretném tisztázni a következőket. 2007-ben hozták önök ezt a így van. 97-ben hozták önök ezt a törvényt, és 98. január 1-ével lépett hatályba. A Fidesz kormány pedig kérem szépen az év tárgyév júniusában vette át az országnak az irányítását. Tehát ne csúsztassunk össze, mert érdemtelenül próbáljuk a felelősséget áthárítani. Tehát ezt a törvényt önök hozták, és a következő év januárjában lépett hatályba. Mint hogy azt a törvényt is önök hozták, hogy az APEC szedi be ezt a járulékot gyakorlatilag. Köszönöm szépen. Két perces felszólása következik, Pósán László, a Fidesz képviselője. Köszönöm, elnök úr, csak egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Elhangzott az a felvetés, hogy alkotmányos probléma lehet ezzel kapcsolatosan. Én szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ugyan alkotmányos kötelezettség egyébként az is, hogyha már egyszer az állam kötelező módon beszedi a magánnyugdíjpénztárakba, akkor gondoskodni kellene elvileg annak értékállóságáról is, már pedig az elmúlt esztendőkben pontosan azt láttuk, hogy oda kötelezően befizetett összegek elveszítik az értéküket. Magyarán alkotmányos feladat az is, tisztelt képviselőtársaim, hogy az így módon APEC által beszedett járulék, kötelező járulék módon beszedett tételek, azok a jövőre nézve biztonságot garantáljanak a befizetők számára, ne elvesszenek, márpedig sajnálatos, mert az elmúlt évek azt mutatták, hogy -20-22%-os eredményeket produkálnak idézőjelbe ezek a magánnyugdíjpénztárak, tehát ez szintén egy alkotmányos kérdés, tisztelt ház. Köszönöm szépen. Két perces felszólása következik, Kontúr Pál, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát igen, meglepődtem, hogy a szociálisan érzékeny szocialista képviselőtársaim, azok egész nap nem a nyugdíjasoknak a pénzét védik, hanem a nyugdíjpénztár tulajdonosoknak a profitját, a zsebét, azt védik, hogy oda minél több pénzt tudjanak betenni a nyugdíjasok pénzéből és a mi pénzünkből, mindannyiunk pénzéből. Köszönöm a szót, elnök úr. Két perces felszólása következik, Vágó Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Elnézést. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, Pósán képviselő úr szavaira szeretnék reagálni. Csupán annyit, hogy egy alkotmányosan problémás helyzetet nem lehet alkotmányosan problémás módon kezelni. Tehát, hogyha valóban van egy mulasztás, én most ezt nem akarom minősíteni, valóban van egy probléma, az nem ad föl senkinek felhatalmazást, hogy az alkotmányos elvekkel szembe menően orvosolja azt. Tehát, hogyha továbbra is felszólítom a kormány figyelmét, ha nem akar alkotmányos mulasztást ezen törvényjavaslattal kapcsolatban
az Alkotmánybíróságtól megállapítani, akkor vagy adjon be a Gazdasági Bizottság egy módosítót, vagy fogadja el a kapcsolódó módosító javaslatunkat, hiszen benyújtottunk egy kapcsolódó módosító javaslatot, ami tovább cizellálja, még jobb megoldást nyújt a jelenlegi helyzetre, azokkal a keretekkel összhangban, amit ma az általános vitában hallhattunk, így sem a magánnyugdíjpénztárakkal kezelnénk ezt a helyzetet. Kérem, fontolják meg ezt a kérdést, bölcs döntés volna a részükről. Köszönöm a szót. 2 perces felszólása következik, Szanyi Tibor, az MSZ képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, csak egy gyors reflexió, itt az előbb elhangzott az elme pallérozása, ezt esetleg a Fideszen belül gyakorolják bátran, ugyanis azért az ismeretek hiánya az még nem feltétlenül indok arra, hogy itt a parlament levegőjét mérgezzük. Ugyanis arról van szó, hogy mi valóban azért a 3 millió munkavállalóért aggódunk, amely 3 millió munkavállaló egyébként tulajdonosa azoknak a pénztáraknak, amelyektől most önök egyébként Einstein alapon elveszik a befizetéseket. Tehát messze menőleg nem a menedzsment szervezetekért aggódunk, bánja fene, hogy mi történik velük, verseny van, hajrá, piacgazdaság, nem, mi 3 millió pénztártag miatt aggódunk, 3 millió munkavállalóért. Ezt azért szögezzük le. A másik pedig az, hogy mi történik ezekben az alapokban. Ezeknek az alapoknak soha nem vizsgáltatik, és az indexek sem foglalkoznak éves szintű kimutatásokkal, hanem kumuláltan azt mondják, hogy 5-10-15 éves terepen mit művelnek. Szeretném elmondani, hogy minthogy ezek a pénztárak zömében, nem teljesen, zömében, államkötvényeket vesznek, hogyha mi azt állítanánk, hogy ezek a pénztárak egyébként képtelenek működni és negatív eredményt hoznak, ez legfőjebb abban az esetben mutatkozik meg, hogyha Fidesz olyan pocsikú kormányoz, hogy az állampapírok elértéktelenednek. Köszönöm szépen. 2 perces reagálása, megadom a szót Kontúr Pálnak, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves Szanyi Tibor és szocialista képviselőtársaik, önök 8 év alatt először bankárkormány voltak, utána milliárdosok kormánya, és nem bújtak ki a bőrükből, most pedig a pénztárosoknak akarnak kedvezni. Most sem a kisembert védik, nem a nyugdíjasok érdekét védik, hanem az, hogy a profit oda menjen, ahova önök gondolják. Önök is benne vannak, 8 év elteltével meglátszik, milyen országot hagytak maguk mögött, úgyhogy én nem szeretném a jobbikosoknak a véleményét, csodálkozom, hogy megmernek szólalni. Egyáltalán ilyen vitában is egyáltalán. Köszönöm a szót, elnök. Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy a szakorni tiptúr kontárpáldal diad továbbódik, meg a szakadat szót ki annyit az elvannak, hogy ki messze a lépésének. Akkor azt majdnem azt kérdezik, hogy én ügyre egy most pedig meg 8 kínét mezőnk szévez, mert szóval önöleg szemről van, nem erről szó. Van egy itt vakult kialakult rendszerre, amit pár életre el akar emtekre, egy embere elrendelnek a cseszténk díj, találhatjuk élet, azt, hogy hát ahogy mit ki, hogyan, itt, hogy kell örök, és így, és a többi, Szesz öreges dúl szétcsalálnak, teredok az indok, nem így, hogy azt, hogy 8, mi mit évig tudunk csinálni, tiszt kérem, mi 8 lett éve, 8 át is van át, ezt a rendszerük megváltjuk, meg ők működsebb képes, vagy ték, hat bár jönnyabb, és a többi, és a többi. És önök jönnek, szeljük, tudják, szétdrák, de itt, mint a sit módosítató javon tekintünk tében, tehát egyetlen egy dolog, egy szó van. Ó, magas világ akarjuk csak hogy tennünk önös pénzt, stop szeret. Egy stop, egy gondolj, és nem is világ vissza akar jönni, szalad, hogyha úgy ba ön is kormkár, meg bányaz, akkor minden, amit mond, tudja, hogy ez a fibre, gömbromáskor, minden, mind is bekapsz, elvisz. Tisztelt vagyok minden, hogy minden, de mind se elősz. Főkavasiam, hogy egy évvel képbe az ajánl, mód vagy a nyitós inyokarány, és okos a klóval van. A sőt, ilyesdi a tag alaknak ma apka törtalt nőtén, visszapcsán lássa ki a kísérdés, próbálunk váljuk. Én veszi ezt, és a szeszerülés függi terven, természetesen sok föl minden se tövet, reherüdel meg tőle, mint a MHK próbáló projektájunk, mert innen indul elindulni. Meg a megadott szót. Ennek szépen tükrén ágbából gálen volt elviselni képtelőnek. Részteszes videit a májátok betisztítani, ezen hárgócsának alka annyik a szanyúr pont képviselő úrra cselőtelk viccel jár a sargó magjának, argó szerjármény mondatni enni adatokat az azokra kell érve.